Csak úgy, mint tavaly előtt és tavaly, idén is Nyíregyháza adott otthont a fedett pályás magyar bajnokságnak. A jubileumi 50. fedett OB rögtön egy országos csúccsal indult, a budapesti honvéd sprintere Takás Boglárka 60 méteren 7-20-ra javította a magyar rekordot. A férfiaknál nyíregyházi győzelem született 60-on, Boros Bence 6.71-es idővel elsőként haladt át a célvonalon. Egész jó futás volt, hiszen a szezonban egy picit lassan kezdtem, gyengén. Engem is meglepett már az előfutamban az eredmény is, de abszolút a döntőben is, ugye, hogy a tájékoztató óra kiírt az eredményt, annak nagyon örültem volna. A hivatalos idő más lett sajnos, egy picit gyengébb. A kalibrálás nem sikerült annyira a szervezőknek, azt mondták, de én ezzel is meg vagyok elégedve, bár picit mérges voltam emiatt. Itt egy apró hiba is igazából annyit jelent, hogy érem múlhat rajta. Nagyon nehéz, hogyha ott van közvetlen mellettünk, fejfej mellett valaki, akkor talán egy picit tudunk figyelni rá, de természetesen a két vonal között kell magunknak megoldani. Női hármasugrásban a tavaly előtt bajnok, tavaly ezüstérmes Nyisztor Petra 12 méter 58 centiméterig jutott, és ezzel a második helyet szerezte meg. Összességében elégedett vagyok vele, nagyon jól éreztem magam, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan voltak itt, és szurkoltak nekem, is tapsoltak ilyen hangosan, úgyhogy nagyon örülök. Én főállásban úszóoktató vagyok, úgyhogy amellett még a testnevelési egyetemen tanulok szakedzőnek, úgyhogy eléggé nehéz így összeegyeztetni, de szerencsére rugalmas az edzőm is, meg az edzőtársaim is, így meg tudom oldani az edzéseket. A Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, Gyulai Miklós, a fedett pályás bajnokságon már a nyári párizsi olimpiáig tekintett előre. Nagyon jó ide jönni, mert tényleg a körülmények első osztályúak. Köszönet ezért mindenkinek, aki ezt lehetővé tette itt Nyíregyházán. Másrészt meg azért mégiscsak a fedett pályás szezon legfontosabb versenye, tehát azért a magyar atléták, ugye főleg a top élversenyzőink azért már vannak annyira profik, hogy pontosan tudják, hogy kell a formát időzíteni. Még akkor is ugye nem feltétlenül csúcsformáról beszélünk, hiszen hosszú szezon előtt állunk. Ez most már egy teljesen új időszámításban vagyunk, a világbajnokság lecsengett, de több a fél év eltelt. Szép volt, jó volt, de a karaván az halad, szokták mondani. Úgyhogy készülnek néhányan a fedepás világbajnokságra, meglátjuk a VB után derül majd ki, hogy, vagy az OB után, bocsánat, derül majd ki, hogy hány fős lesz ez a csapat, nem lesz nagy létszámú. E tekintetben az Európa bajnokságra lövünk június elején, ott azért bízom benne, hogy egy komoly meghatározó létszámot tudunk ott lenni, és aztán augusztus elején pedig a Párizsi olimpia, úgyhogy van mit csinálni. Boros Bence és Nyisztor Petra mellett még három nyíregyházi versenyző szerzett érmet. A súlylökő Tóth Balázs a második helyen végzett. A magasugró Bakosi Péter harmadik lett, Vörös Szabolcs pedig 1500 és 3000 méteren ért harmadikként a célba.